Dömötör István alpolgármester adta át az első kerületi történelmi pontot Erzsébet Béla telepen a Tünde utca végén. Itt négy, több száz éves pesti határkő látható, egy kis pihenőparkkal ötvözve. Ez a kerület legmagasabb pontja, ezek a határkövek, amik mögöttem láthatóak, ezek itt a telepen voltak, ugye ezeket már az idők során sajnos többet mozgatták, tehát nem az eredeti helyükön voltak, ezért is gondoltuk azt, hogy akkor gyűjtsük össze őket egy pontra, és mutassuk be, hogy ez miről szólt, ugye annak idején a török hódoltságot követően rendezetlen birtokviszonyokat próbált Pest város kijelölni, ezek szolgálták, ezek a határkövek, ezeket a fix pontokat, és ehhez határozták meg a birtokviszonyokat. Ugye említést teszünk arra, hogy milyen gazdag történelmi múltja van ennek a területrésznek, hiszen már az 1848-49-es időszakban voltak a környéken hadműveletek, ugye a kőhídi csata, amiről kevesen tudnak, ez egy elterelő hadművelet volt, első-második világháborúban folytak itt különböző katonai tevékenységek, és hát ennek próbáltunk emléket állítani. A Tünde utcai történelmi pont kis helytörténeti tárlattal is rendelkezik. Ezeken a tablókon Erzsébet Béla telep régmúlt eseményei olvashatóak röviden. Az önkormányzat terveiben szerepel, hogy hasonló történelmi pontokat alakítanak ki kerületszerte, hogy az itt lakók jobban megismerkedhessenek múltjukkal.